A robotkutya mellett többi között különleges drónok, elektronikusan vezérelt erőgépek és hídmérleg is segítik a jövőben a digitális agrárium és precíziós gazdálkodást a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér mosonmagyaróvári karán. Nem csak ezeket az eszközöket, de a felújított épületeket, az úgynevezett Smart Farm képzési centrumot adták át az egyetem tangazdaságában április 21-én, ami mintegy 10 milliárd forint költségvetésű GINOP kiemelt projekt keretében valósult meg. A Smart Farm kialakításának és eszközbeszerzésének bruttó összege 951 millió forint volt. Nagyon méltó ez a beruházás, pontosan az kar alapítójához, Albert Kázmérhoz viszonyítva, hiszen 200 évvel ezelőtt is már fölismerték azt, hogy igen, a megoldásokra, a kihívásokra a válasz a tudományba kell keresni. És az a helyzet, hogy ez 200 év óta nem változott. A mostani fölgyorsult, megnehezedett kihívásokra is pont a modern technológia adja a választ. A projekt célja, hogy növeljék az agrár és kapcsolódó ágazati szakemberek képzésének színvonalát, erősítsék a mezőgazdasági digitalizációt és generációváltást, illetve erősítsék az agrár és élelmiszeripari együttműködéseket. Ezt emelte ki beszédében Palkovics László, aki hozzátette, országosan nagy gondot fordítanak a mosonmagyaróvári egyetem modernizációjára. Hogyha ezen a területen valóban olyan módon akarunk megjelenni, hogy a technológiát összekapcsoljuk magával a disziplinával, ami az agrárium, az élelmiszeripar, akkor annak feltétele az, hogy egy ilyenfajta egyetemi környezetben tudjunk jól együttműködni. És azt hiszem, hogy az elmúlt évek együttműködése az bebizonyította, és azt nem mondom, hogy erre ma tesszük fel az íra a pontot, hiszen ez csak egy eleme az elkövetkező időszakban a fejlődésünknek, de valami ilyenre gondoltunk akkor, amikor nem volt ennyire tudatosan megfogalmazva. Az ünnepségen részt vett Solymár Károly is, aki bemutatta azt a programot, amiben a Smart Farm fejlesztés illeszkedik. A programban nagyon sok mindenre büszkék lehetünk, gondoljunk csak a Mobility-re, arra az IT élményközpontra, ami legnagyobb sikerrel egyébként a Győri Egyetemen működik, de mégiscsak a legfontosabb a digitális fejlesztési központ. Ugyanis akkor vonzó egy egyetemi képzés, hogyha nem csak egy tantermi képzésről szól, hanem korszerű eszközökön, valós projekteken, valós vállalati partnerekkel dolgozhatnak a hallgatók. A beszédek után aztán a tangazdaság működéséről hallhattak előadást a résztvevők, majd dr. Szalka Éva, Pintér Zsolt és dr. Filip Bálint aláírták az együttműködési megállapodást, ami keretében fontos szerepet szánnak a gyakorlati képzésre. Ezután jelképesen szalagátvágással átadták az épület és eszközrendszert a diákok és oktatók számára, majd pedig a jelenlévők körbejárhatták a tangazdaságot. A Smart Farm programmal egy modern, precíziós eszközparkot alakítottak ki, aminek fejlesztését az elkövetkező 7 évben tovább tervezik. 2030-ra egy autonóm, digitálisan nyomon követett Smart Farmot hoznak létre a fenntarthatóság, a környezettudatosság jegyében.